A korábbi évekhez hasonlóan a Tracs Klub ismét adománygyűjtést szervezett, amiről mi is beszámoltunk néhány héttel ezelőtt. December 19-én a járványügyi előírásokat betartva dobozokba rendezték a felajánlásokat és házhoz vitték a rászoruló családoknak. A gyűjtést az önkormányzat támogatta. Három autót pakoltak tele adományokkal a Tracs karácsony szervezői. Az ajándékokkal közel 160 gyerek karácsonyát tették szebbé. A Bóbita óvoda udvarán állították össze a kis tasakokat gyümölcsökkel és szaloncukorral, miközben önkéntesek a dobozokat hordták. Az idei volt a harmadik Tracs karácsony. Végdany Nikolátát először a kezdeményezés ötletéről kérdeztem. Még nem is voltak gyerekeim, amikor olvastam egy kezdeményezésről, hogy fordított adventi kalendáriumként az emberek vesznek december 1-én egy papírdobozt, és minden nap karácsonyig beletesznek valamit, akár egy tartós élelmiszert, akár egy tusfürdőt, és aztán ezt 24-én átadják egy rászoruló családnak. És sokáig forgattam ezt az ötletet, és amikor aztán már úgy éreztem, hogy a Tracs Klubban olyan sok anyuka van, aki bekapcsolódna ebbe a dologba, akkor gyerekekre szabtuk ezt a kezdeményezést, és a gyerekeknek szerzünk meglepetést. Tehát mi összegyűjtöttünk nagyon sok rászoruló kisgyermeket, pontosan 159-et lett végül, és a nemüket, illetve a korukat megadtuk az itteni szoboszlói édesanyák csoportjában, ők pedig összekészítettek számukra egy ilyen adventi meglepetés dobozt, amiben színes ceruzától az édességen át a játékig mindenféle dolgot tettek. Ezt akartam is kérdezni, mik vannak a dobozokban? A dobozokban javarész játékok, ruhák, édességek, minden, ami egy kisgyermeknek a mai napon ugye szüksége lehet, illetve tisztálkodási szerek. Az édesanyának került külön egy ajándék, ami kifejezetten azoknak az édesanyáknak szól, akik ugye önmagukat teljesen háttérbe szorítják, a gyermekük érdekében rájuk is gondoltunk. Kik állnak mögöttetek, kik a ennek az adománygyűjtésnek a támogatói? A támogatók javarészt a hajdúszoboszlói édesanyák, ezúton szeretnénk nekik megköszönni, nagyon hálásak vagyunk, valamint a hajdúszoboszló polgármestere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a dobozokon túl még más ajándékot is vigyünk a gyerekeknek. Több autó színültig megtelt a dobozokkal. Hogy kell elképzelnünk az adománygyűjtést? Melyik lett végül a végső forgatókönyv, hiszen a járvány ezt is átírta? Volt ABCD tervünk arra, hogy hogyan tudjuk majd átadni az ajándékokat, hát végül egy E-tervet valósítunk meg, kivisszük. Tehát most ez egyébként azt hiszem nagyon, bármennyire is elfáraszt, de nagyon fel fog tölteni bennünket, mindannyiunkat, mert mi leszünk, talán mondhatom, a Jézuskák, tehát ma 159 dobozt fogunk kivinni és személyesen átadni. Tehát, hogy minden családnak mi visszük ki személyesen és átadjuk az ajándékát. Milyen a visszajelzés a családok számára? Miket fogalmaznak meg, mikor átadjátok nekik a adományokat? A családok, ugye a tavalyi példából tudunk csak kiindulni, nagyon hálásak voltak, nagyon örültek. Ugye van, aki nem tud a fa alá venni ajándékot, és ez lesz a gyermekének az ajándéka.